A bejárható Magyarország program részeként aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése címmel jelent meg pályázati felhívás. A gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program keretében 10 milliárd forintos forrással. Ebből az összegből a vízi turizmus fejlesztésére 2 milliárd forint jut. A Magyar Kajakkenu Szövetség erre nyújtja majd betámogatási igényét. A tervek szerint elsőként a Felső-Tisza vidékén valósítják meg fejlesztési elképzeléseiket. A pályázat keretében megállóhelyekre lehet pályázni. A Magyar Kajakkenu Szövetség országos szinten próbálja koordinálni azt, hogy a különböző megállóhelyeknek a fejlesztése az összehangolt legyen. Megkülönböztetünk úgynevezett gerinchálózatot, ez a Duna, Tisza, Balaton, Velencei tó. Ezek az itt létrehozandó megállóhelyeket a Magyar Kajakkenu Szövetség koordinálja, de ugye az a cél, hogy egy országos hálózat alakuljon ki, tehát a folyókhoz kapcsolódó ráhordó hálózatoknál is megállóhelyek alakuljanak ki. A Tisza mentén tehát a GINOP forrásai adnak lehetőséget a fejlesztésekre. A mellékfolyóin, például a Túron, a Szamoson és a Bodrogon hasonló beruházásokra már a TOB-ból nyerhető pályázati támogatás. Ezért fontos, hogy a szövetség egyeztessen a líder helyi akciócsoportokkal turisztikai elképzeléseikről. Ma a megyeházán egyeztettek a felek. A mai egyeztetésünk célja, hogy a líder stratégiai fejlesztések összhangba kerüljenek a megyei stratégiai elképzelésekkel, a megyei fejlesztésekkel, és kapcsolódjon a bejárható Magyarország program keretében a lapátos vízi turizmushoz. Az egyeztetésre, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat kezdeményezett, Hajdú-Bihar megyéből is érkeztek résztvevők. A megyei önkormányzatnak van egy olyan célja, illetve ez már több is, mint cél, hiszen már konkrét terveink vannak, projektötleteink arra, hogy úgynevezett turisztikai desztinációként, amelyeket meghatároztunk a stratégiai programunkban, azokra a desztinációkat lefedő turisztikai pályázatokat kívánunk megvalósítani a TOB források keretein belül, és ehhez kapcsolódóan most az egyeztetés pontosan azt a célt szolgálná, hogy szeretnénk ahhoz a GINOP forráshoz is csatlakozni, amely az úgynevezett bejárható Magyarország program keretein belül már dedikált forrásokat, így például a lapátos megállóhelyek fejlesztésére is, amelyben a Kajakkenu Szövetség egy nagyon aktív résztvevő, és szeretnénk megnézni azt, hogy hogy tudunk a TOB-bal kapcsolódni a GINOP-os fejlesztésekhez, illetve hogy hogy tudnak bekapcsolódni ebbe a líder közösségek is. A TOB turisztikai forrás kerete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 5 milliárd forint. Az első pályázati felhívások az év első felében jelennek meg.